A PTE Peac Rolling Basket, a Soproni Tigrisek, a Törekvés Ese, a DVTK és a Nyíregyházi KK csapata vesz részt az idei kerekesszékes kosárlabda bajnokságban. A hatodik fordulót hétvégén Pécset rendezték. A házigazdák a listavezető ellen kezdtek. Ugyan a találkozó félidejében már látszott, hogy a győzelmet nem lehet elvenni a soproniaktól, a pécsiek küzdöttek a pontokért. Dobáljuk a gólokat, de nem teljesen jó még. Nagyon erős soproni csapat, főleg a két vendégjátékos szervvel nagyon erősek. Mi is mindent megteszünk az ügy érdekében. Nyomjuk, próbáljuk minél jobban menjen a játék, majd alakul. Hetente két alkalommal edzünk, kedden meg péntek este az akadémián. Minden héten két edzés van, és készülünk a bajnoki fordulókra. Van két új játékosunk, nagyon örülünk nekik, várjuk még a többieket is, ügyesek. Tanulnak a fiúk. Az egyik új játékos Kajtár János, aki már be is mutatkozott a csapatban. Nagyon-nagyon szeretem a csapatot, nagyon szeretem ezt a játékot, és ajánlom minden mozgássérült sorstársamnak ezt a sportot. A pécsi fordulón a házigazdák és a listavezető soproniak mellett a DVTK gárdája játszott. Most fél időben vagyunk a Sopron ellen, hát ők a bajnokok. Azt látom, hogy fejlődünk, tehát egyre jobbak vagyunk, de még a bajnokot megszorítani még nincs esélyünk, mert a bajnok az túl erős nekünk. Az egyik legnagyobb kihívás számunkra a játékosok toborzása. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a sérült emberek, fogyatékkal élők, ahogy mondják hivatalosan, nem akarják elhinni azt, hogy nekik erre lehetőségük és hogy esélyük és joguk van. Talán szívesebben, nem tudom, félnek. Valamitől, félnek az ismeretlentől, de egy kicsit jobban bízni kéne bennünk, hogy eljönnének, semmi rosszat nem akarunk nekik, jöjjenek el, nézzék meg, próbálják ki, és amennyiben ez nekik nem jó, akkor természetesen senkivel nem erőszakoskodunk, de azt nem tudom elfogadni, hogy úgy döntenek ezekről a dolgokról, hogy meg se nézték, ki se próbálták. Hány játékosunk van, annyi székünk van, tehát most egyelőre ez nem feladat, de természetesen lesznek újabb játékosaink, akkor ezt meg fogjuk tudni oldani. Vettünk egy új buszt, tehát most a csapat szállítása így megoldódott, vagy egyszerűbbé vált. Gyakorlatilag minden feltétellel rendelkezünk ahhoz, csak játékos kellene. A pécsi fordulón mindkétszer kikaptak a házigazdák. Míg a soproniak simán behúzták mindkét meccsüket, a DVTK ellen szoros találkozón végül 15 ponttal maradt alul a PTE Peac Rolling Basket gárdája. A pécsiek legközelebb májusban játszanak bajnoki mérkőzést a DVTK arénában.